Volt egy időszak, amikor Magyarországon három nagyon kemény kategória létezett. Voltak, akiket támogattak, voltak, akiket megtűrtek, és voltak, akiket üldöztek. Ennek a hármas beosztásnak valahol az alján, ugye a tűrt és a tiltott között bontakozott ki az a zenei világ, amiben Gyula is föltűnt valamikor a 70-es évek első felében. És nagyon rövid idő alatt, néhány év alatt, mondjuk 76, 77, 78-ra az ország egyik legismertebb énekese lett. A mobilból való 79-es távozása után pedig legenda. Erről az ezekről az évekről beszélj nekünk egy keveset. Mert bármilyen hihetetlen, ma minden megjelent, és már nem tudnak mit írni az újságokban, és már tudjuk Győzikét 96 oldalról megközelíteni, de például ezekről a dolgokról alig-alig olvashatunk, alig-alig hallhatunk valamit. Volt még néhány kategória, például az én esetemben a megtűrt mellett volt a rútosott, ám de amikor lehet, akkor szükséges, akkor esetleg elő lehet venni, és aztán még tovább lehet rútosni, megfélemlíteni. Szóval sok mindenféle volt még ezen belül. De kezdetéről, ha már ezt folytatjuk. Néhányszor lenyilatkoztam, és most egész konkrétan tudom most már visszamenőleg mondani, hiszen azt az életet éltem az én életemen keresztül, amelyet nagyon kevesen élnek meg. Ez azért érdekes, mert ugyanúgy a művészet bármelyik ágában ez előfordulhat mindenkivel. Csak csupán a korok változása kell hozzá, hogy egész bőven, vagy egész részletesen fogalmazzak. Ugye én abban a korban is, talán te is egy picit érintőlegesen, és még az 50-es korosztály, talán egy kicsit érintőlegesen abban a korban élt, és kifejezetten a zenére gondolok, amikor a szóló énekesi megnyilvánul, vagy a szóló énekesi, a nagy sztárok, a szóló énekesek után következett egy rockzenei váltás. Ez volt ugye, sokan emlékeznek a Beatles, Hollies, Rolling Stones, aztán később ez kezdett keményélni. Tehát a populáris zenei váltás időszakát éltem én meg 10 évesen. Amikor még annak idején ugyanúgy hallgattuk mi is, és én is a jó öreg Elvis Presleyt, a Jailhouse Rockot és a többi fantasztikus nótát tőle, majd a Little Richardot hallgattuk is, alacsony kis négert az őrült zongorájával, és őrült tudásával, fantasztikus tudásával, akkor utána történt ez a zenei váltás, amelynek részeseivé váltunk, és ugye minden korosztály, minden tinédzser korosztály valamire fogékony lesz zeneileg. Tehát mindig, ha most megkérdezik a mostani tínédzser korosztály, olyan neveket mondanak még nekem is néha, hogy elképedve hallgatom, mert fogalma sincs, hogy miről beszél. És aztán meghallgatom némekkor, sajnos sírva fakadok, mert a zenéhez annyi köze van, ha ne részletezzem, másodszor némelyik meg hála Istennek egészen jó zene. Tehát ugyanezt az időszakot éltem én is át 10 évesen, majd következett az a váltás, amikor megérintett a zene, és elkezdtek Magyarországon alakulni az amatőr zenekarok. Többek között egy ilyen amatőr zenekar énekese lettem én is teljesen véletlenül. Még nem jutottam el, ugye a P-Mobilig, amiről már beszélünk, 74-ben alakult újjá ez a zenekar, és 79-ig dolgoztunk együtt, az én távozásomig volt ez a nagyon, nagyon azt gondolom, hogy eredményes, és az én életemben fantasztikus 5 év. Hiszen egy énekes életében, amikor arról beszélünk, hogy az embernek mi lesz egy idő után a hagyatéka, tehát egy énekes, aki évekig, évtizedekig dolgozik, akkor a művészeti ágként vesszük a rockzenét, már pedig most már muszáj, hogy a kulturális vezetés és a magyar kultúra része legyen. Figyeljenek oda, hogy igenis a magyar rockzene és a kultúra része nagyon-nagyon erőteljesen, majd ezt még később bővebben fogom részletezni a musical és rock opera világában. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hagyaték, akkor az akkori után játszó, vagy után éneklő énekesek, mint én is, akik fonetikusan leírogattuk a szövegeket magunknak, a From Into You, ugye, és a hasonló szövegeket, ezt valamikor egy idő után ízesen meg kellett oldani magyarul. Tehát az angol száz zenére magyar szöveget írtunk, megpróbáltuk azzal az ízzel elénekelni, de a magyar szöveggel, és úgy, hogy ez szóljon valamiről. Ugye, arról beszélünk, és szerintem mindenki tudja, hogy nálam mindig 2 forint ez a dal,
Ismerős? Ugye? 1974-ben született a dal. 1974-ben született, mai napig is valamit. Valamiről szól, pedig csak egy sorocska. És mégis a akkori rockzenei 5 év alatt, amíg én dolgoztam a mobilban, akkor születtek ezek a dalok, többek közt ez az egyszerű kis dalocska is. Hát, ha ilyen módon közelítem meg, akkor valóban egy hagyaték az, ami az embernek jól esik, és van, és én erre borzasztó büszke vagyok. Ez a korszak olyan emberekkel hozott össze, akik azt hiszem nem beszéltünk erről, de talán nem mondod azt, hogy nem így volt, hogy meghatározóak az életedben. Ott van a basszus gitáros, aki sógorod lett, Ékesi bajnok. Aztán a Bencsik Cserháti kettős, aki döbbenetes módon összeállt néhány évvel később újra, Pálmai Zoltán dobossal, akivel aztán egy még későbbi zenekarban szinte napjainkig együtt is muzsikálsz. Tehát hogyan, sajnos közülük néhányan már nincsenek köztünk, Cserháti, Bencsik. Hogyan emlékszel vissza ezekre az emberekre? De most, hogy pontosan értsük, hogy miről van szó, ez a csapat, mondjuk az akkori P-Mobil, az olyan zenészekből áll, hogyha ők nem a szocialista Magyarországon élnek, akkor hitem szerint a világ első zenekarai közé tartoznak. Ugye többfajta felállásban dolgoztak különböző magyar zenekarok. A P-Mobil akkori egyik ereje, hogy egy nevezik nyugodtan, hogy egy fantasztikus előadó dolgozott a zenekarban, aki egyébként csak egy showman volt, de egyben ő volt a zenekarban, úgy hívják, hogy Schuster Lori, aki mai napig is a P-Mobil együttes, azért ő maga a P-Mobil. Hogy játszik a zenekarban, az teljesen mindegy. Ő. Tehát ez egy érdekes felállás volt. Mellette nyilván egy nagyon jó zenészekből álló csapat, aki alkotóképes, egy borzasztóan fontos. Ugyanis ha nincs alkotóképes csapat, akkor nincs mit játszani. Tehát ez azért volt szerencsés felállás, és ahogy említettek később, mi újból játszottunk egy másik 5 évet együtt Mencsik Samukával és a Cserhát Istvánnal, és ott aztán meg tényleg tökéletesen kidomborodott, hogy milyen szaktudással rendelkező zenészekről van szó. Ugyanis a Samuka, Bencsik Sándor, Cserhát István, nagyon sokszor, de főleg a Bencsik Samuka hozott olyan zenei témákat a zenekarba, amelyet tökéletesen ki lehetett dolgozni. És az ő gondolatai találkoztak a zenekar többi tagjaival. Többek közt mi szinte ezen a szinten, szinte testvéri szinten gondolkodtunk. Tehát a Bencsik Sándortól tudtam, hogy hozott egy olyan zenei anyagot, amelyet a zenekar azonnal magáévá tett, megszületett maga az alapdal, de erre még nem volt ének. Utána ő abszolút maximálisan bízott abban, hogy ha ezt rám bízza, azt a feladatot, akkor én ezt meg fogom csinálni. És a tökéletességig vittem, addig dolgoztam rajta egy-egy dal ének részén, amíg az olyan nem volt, hogy amikor ez megszólalhatott, akkor azt mondjuk, hogy igen. Tehát fontos, amikor egy zenekar működik, hogy milyen az alkotó tím, hiszen ettől lesz maradandó. De nem akarok túl nagyot ugrani, ugye megszületett az István Király című rockopera, amit mindenki bizonyára ismer. Erre én azt szoktam mondani, hogy ha a közönség nem tudja befogadni, tehát nem fogadja el, akkor ez a darab nem sikeres. Tehát tűvé tehetjük az össze-vissza, oda-vissza fél országot, elhetjük Makótól Sofronig, de ha a közönség nem tudja elfogadni és megszeretni, benne nyilván a szereplők egy részét, azokat a dallamokat, amelyek szívből szólóan megszülettek a szerzőktől, akkor ez a darab nem sikeres, ez a mű nem sikeres. És ilyenkor az szerencsés alakzat, ugye, hogy az adott időben szokták ott mondani, adott időben, adott helyen, adott szereplőkkel, igen. Valóban akkor 83-ban valami született a szerencsés csillagzat alatt. Ez visszavetítve egy-egy zenekar életére, amikor összeérnek a zenekarban az alkotó emberek, és talpon tudnak maradni, annak idején az Illés, az Omega, és jó néhány olyan zenekar, aki talpon tudott maradni, ahol az alkotó tím megmaradt. Ez egy nagyon-nagyon fontos minden csapat életében. A folytatás is nagyon izgalmas volt, hiszen kiváló zenészek következtek. A Dinamit együttesbe Pap Gyula Villentyűs, Szűcs Antal Gábor, 2 lemez volt. Ne menjünk így didaktikusan végig, de ott a vége a Dinamitnak engem nagyon izgat, és ezt nem beszéltük meg, de talán nem baj, ha így spontánul is jönnek kérdések, mert
ezeket soha nem tudja az ember megkérdezni, csak így gondolkodik rajta akár 25 évet, hogy volt ott egy villanás, amikor a bomló Beatrice-ből a Lugosi belépett a csapatba, de ez itthonról így nem tudtuk, hogy hogy volt ez. De no, ezt én sem. Csak azt tudom, hogy a Lugosi Lassi egyik pillanatról a másikra ki lehet rúgva a Beatrice-ből, tehát nem jött magától. Mi pedig úgy gondolod, már régóta fettük a fogunkat, nem a Lugóra pontosan, hanem egy gitárosra, szeretünk volna még egy gitárt. Hiszen nagyon fontosnak találtuk, hogyha kétszólamú kísérletek vannak, vagy kétszólamú szólók vannak, ahhoz feltétlenül kell. De az is nagyon jó, ha egy gitár fantasztikusan kísér, tehát nem csak kifejezetten az akkordozásra, hanem magát. Hiszen a rockzene fejlődésében nem csak a Beatles időszak említendő, ahol ugye volt egy szólógitár, volt egy kísérőgitár és volt egy basszusgitár. A kísérőgitár egyfolytában harmóniákat fogott, bocsánat, hogy a szakmai dolgot mondok, de ugyanez kemény rockzenében végigviszi, tehát a szólógitárként szerepel a második gitár is, ahol egyfolytában játssza magát a gitár riffeket, úgy hívják, gitár témákat, tehát nem kifejezetten csak kísérőgitáros. Mellette nyilván erősítő a másik gitár, tehát még keményebben szólalja meg a zenekar. Úgyhogy a Lugosi egy nagyon fantasztikus volt, hiszen ráadásul balkezes gitáros, de egy mondat erejéig hadd mondjam, Lugosi Lassit baleset érte. Ő eredetileg jobbkezes volt. Ez, hogy milyen az emberi tartás, ezért végtelen nagy tisztelet jár a fiúnak, ennek az embernek, és ez tényleg példaértékű. A Lassit baleset érte, és azt a kezét, ahogy a jobbkezes volt eredetileg, amely a húrokat és a húrokon kellene játszani, tehát bal kézzel a játszó kéz sérült meg nála. Úgyhogy a másodire a 5-4-es ujja nagyon megsérült, igazából utána már nem tudta mozgatni. Megfordította a gitárt, így ahogy volt, másik oldalra, lent volt a mély húr, fönt volt a vékony húr, és így ahogy van, megtanult a másik kézzel gitározni, mert ezzel meg tudta fogni a pengetőt, és megtanult gitározni bal kézzel, ez a bal kézre. Így. Én meg nem is tudta, hogy lehet így. De azt mondta, hogy Jimi Hendrix is így csinálta. Csak ő úgy született balkezesnek, szóval ilyen, és ettől szólalt, ettől lett aztán az a fajta hangzás második lemezen, amit azt mondanák, hogy megcsináltuk a második lemezt, a Temor meglemezt, vagy itt a Híd lemezt, és azt mondták, hogy ez egy kicsit megelőzte a korát. Ha ez később, mondjuk 5 év múlva, vagy 4 év múlva kerül piacra, akkor iszonyatos példászámba kerül, vagy megy el, szokták volna mondani. Így viszont csak egy bizonyos, mondjuk talán 160 ezerben ment el. Ma ezek a 160 ezeres példányok, ezek hihetetlenek, mert 3-4-5 ezer példányba kell nekem a CD-k. A számítógép otthon, máshol. Igen. A Dinamitnál maradva még egy pillanatig, egy nagyon érdekes dolog volt, mert szemben a P-mobillal, aki ebben a fölállásban, amiről beszéltünk, 4-5 lemezanyagot elkészített 74 és 79 között, vagy 4-et, nem tudom pontosan mennyit, de nem jelent meg lemeze. A Dinamitnak megjelent 2, de egyszerre az akkori újságok, meg hivatalosság elkezdte támadni a zenekart. Azt próbálták ráakasztani, hogy hivatalosan nyomott zenekar lenne, pedig hát én voltam Dinamit koncerten, ott ugyanaz a közönség volt, mint minden más koncerten, és nagyon szerette a közönség ezt a zenekart. És aztán egyszer csak vége lett a Dinamitnak. Így kívülről nézve talán ebben a szerepe lehetett ennek a nyomásnak is. Én azt gondolom, hogy nem. A Dinamit megalakulása 3 régi Skorpió tag kiválásnapon született. Hát azt gondolom, hogy ezt most hiába lehetne reggeli boncolgatni, hogy támogatott vagy nem. Egy tény, az a 3 ember, aki megalakította annak idején az akkor még névtelen együttest, az már mindazodáig nagyon sokat dolgozott egy másik zenekarban. Nyilvánvaló volt, hogy óriási forral indul bármilyen zenekarban. Indulnak és bármilyen zenekart alakítanak. Ennek volt tudható, hogy ráadásul másik két alkotó ember is csatlakozott a csapathoz, leültünk, elkezdtünk egy pici zenéket, és rájöttünk, hogy már megint összejött egy elképesztő alkotóképes csapat. És így születtek a dalok egymás után. Tínédzser dal, Dinamita vérem, stb. Tehát születtek a dalok. Tény, hogy nagyon sokat dolgoztunk hirtelen, és lehetőséget kapott. Ez nem így működött, hogy csak oda ment. Igen, letettük a hanglemezgyártóvállalat asztalára, itt van, tessék, meg lehet hallgatni ezt az anyagot. Hát ez jó.
tessék, lehet menni, lehet csinálni. Akkor ez így működött. A feloszlás pedig hát majdnem hasonlóképpen történt. Fiúk úgy gondolták, hogy ez annyit bántottak bennünket, emiatt ez az állami zenekar címszóval titulált kis csapatot, hogy egyik pillanatra a másikra azt mondta a zenekar néhány tagja, hogy ő ezt nem viseli tovább, inkább játszanak már a zenekarok Dinamit név alatt, nem. Én meg ott ültem egyedül, aki rengeteg munkát belefektettem, és egy énekes hova mehet ilyenkor? Segédmunkásnak. Hát igen. És volt Csapán egy koncert, elmentünk rá, itt volt Vigitár Gyula a Kugli együttessel. Akkor egy kicsit csalódás volt, mert nagyon sokat játszottak ismeretlen nótákat, és a végén jött Vigitár Gyula, ami csuda volt, de így utólag elég jó zenekar volt ám a Kugli, és talán most is működik. Kicsit hadd poénkodjak. Az igen, van, mindig Magyarországon ez szokás, hogy a nosztalgia zenekarok, vagy nosztalgiával összejönnek a csapatok, és úgyból elkezdenek zenélni. A Kugli zenekar még nem volt zenekarom, a Kugli zenekar egy ilyen fél profi, fél amatőr társaság volt. Egészen jó zenészek, iszonyú terhány banda volt, iszonyú terhány. Én meg ugye az alatt, jó pár év alatt a mobilban is megszoktam, meg a Dinamitban is, hogy 10 óra az 10 óra, királyok pontossága, 10 órakor kezdjük a próbakat, 10 órakor. Én Budaörsről elmentem Kőbányára, BKV az másfél-két órát jelentett, tehát naponta oda, meg vissza haza. Elmentem Kőbányára próbára, megjelentem 3-4-10-kor kezdődik a próba, és senki nem volt ott, csak én. Ja, meg a bocsánat, a büfé és a kocsmáros, mert a művelődés járt a próbátok, az ott volt természetesen, már 7 órától már mentek a felesek. Ugye ment az emelk és új emelés, én meg hát nem voltam egy ivos fajta, úgyhogy ennyit nem lehet, BKV-ban nem szabad böfögni. Lényeg az, hogy a zenekar bejött a 10:30 tájékán. Na most ez egyszer-kétszer előfordult, harmadikra már nem. Mert ha kicsit összezördültünk, kicsit elmondtam, hogy mi a kívánság. Érdekes módon két hét alatt nagyon értelmes volt a Csaba, mindenki összekapta magát. Próbáltunk, mint az őrültek, összeraktunk egy olyan műsort, hogy érdekes módon, nem is tudom, ez lehetett olyan március-áprilisban, már júniusban játszhatunk a Budai Ifjúsági Parkban backing zenekarként. És így jutottunk el, gondolom, Békés Csabára is, hogy egészen jó kis csapat berődött össze. Közben már közeledünk István a királyhoz. Jaj. És, de azért még van egy állomás előtte. 80-ban Szentes. Gyulát követik a zenésztársai is, kiválnak a mobilból Bencsik és Cserháti, és megalakul a P-Box zenekar. Sáfár basszusgitáros és Szabó István dobossal, és felfedeznek egy énekest, valami döbbenetes énekest, mert hát azért milyen emberek, akik nem Vigitár Gyulával zenének, aztán Varga Miklós fedezik föl. Miklósnak azt hiszem előtte nem volt neve, vagy az a neve, ami később lett az énekesek között. Mindannyian ők kezdjük. És lefut egy pályát a P-Box zenekar, és egyszer csak történik az énekesi poszton egy váltás. Tulajdonképpen az mi, mint régi öreg mobilosok azt mondtuk, hogy újra együtt a régi mobil. És emlékszem rá, hogy volt nagyapámnak egy hatalmas nagy rádiója, azon, mikor meghallottuk a Vágtas velemet. Hát az valami döbbenetes volt. Szóval újra szólt az a régi zene, amit hiányoltunk. Csodálatos kezdet, és ebből is lett egy 5 éves ciklus, és azt hiszem 3 lemez. Igen, Miklóssal 1 és velem 2. Igen, összesen 3 lemez. Tehát még az István a királyra rátérnénk előtte, akkor egy pár mondatot beszélgessünk a boxról. Ez gyönyörű szép 5 év volt, illetve 4, 86-ig tartott, igen. 4 év volt, illetve majdnem 5 így. Azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon termékeny volt. Az egyetlen apró probléma volt, hogy az István királyból kifőleg én, és nem akkor 83-ban, hanem 85-ben kezdődött az én kálváriám ez ügyben egy kicsit, hiszen 85-ben Kerény Imre megrendezte a Nemzeti Színházban az István király, ahol sajnos már nincs köztünk, Bubik Istvánnal játszottam egy színpadon, egy fantasztikus színész, nagyon jó énekes, színészekhez képest is fantasztikus énekes, de egy fantasztikus ember volt, és olyan párost alkottunk, ahogy kell.
szóval náluk István, mint István, Búvik István, én mint Köppány, fölmentük a színpadra, akkor na Istenem, ma bármi történhet a színpadon. Ha ezek két őrült, ez egymásnak esik, akkor itt bármi történhet. Senkire nem emlékeztek a darabból, csak kettőnkre, mert az olyan, tényleg olyan volt. Ezt tényleg így mondom. Na, ekkor kezdődött egy kicsit a kálvária a zenekarban, ugyanis sajnos a zenekar némelyik tagja nem nagyon tudta elfogadni, hogy színházban is játszom. Nekem meg azért ez ugyanolyan szívügyem volt. Aztán 86-ban folytatódott ez a kálvária, amikor a Rock Színház, akkor jól működő Rock Színház, sajnos már nincs, de vegyék úgy, hogy ez a Rock Színház volt Magyarországon az úttörője, a magyar musical és magyar rock opera megteremtője, úttörője ebben az országban. Majd mesélek erről néhány mondatot, hogy miért gondolom ezt így, és milyen okból. És meghívtak engem a Jézus Krisztus Superstar egyik szerepére. Én választottam, hogy Júdás vagy Pilátus. Engem a Pilátus jobban izgatott, és ezt elvállaltam. Na, innentől kezdve problémák adottak sajnos a zenekarban, és sajnos feltett a csapat az, hogy most vagy ez, vagy ez. Csak azt mondtam, ha ilyen így teszik fel, én sem vagyok egy ilyen elfogadós gyerek néha. Lehet, hogy meg kellett volna gondolom, megpróbálni kompromisszumot kötni, de nem biztos, hogy nekem kellett volna. Lehet, hogy a zenekar tagjainak is kellett volna kompromisszumot kötni, és hagyni azt, hogy jól működjünk, kicsit ide-oda tolerálni, és lehet, hogy mai napig is P-Box együttesben énekelnék, mert lehet, hogy rockoperák is vannak. Akkor ez nem adatott, még azt mondom, jó, hát akkor színház. És elvállaltam a színházat, a Rock Színházzal további fantasztikus szerepeket játszottam, szerepeket kaptam, és lehet, hogy a jó Isten keze mindig benne van ilyenkor. Nem akarok kifogásokat találni. Itt most mondom őszintén, nem akarok kifogásokat találni bármilyen tettemre. De tudom, és sejtem, vagy talán érzem most utólag így 62 éves elmúltával, hogy biztos vagyok benne, hogy a jó Isten keze benne volt nagyon sokszor ebben, hogy változtatni tudtam, vagy valamitől, hol rossz gondolatból, vagy hol jó gondolat által, és lépni tudtam tovább. Na, és nagyon sokszor visszamenőleg engem igazolnak bizonyos lépések. Akkor, amikor 79-ben jöttem a mobilból, utána rám egy évre ugyanazon okuk miatt eljött Bencsik és a Cserháti. Amikor én eljöttem, vagy feloszott a Dinamot, amit nem tudtam magammal mit kezdeni. Lett belőle egy kis kugli, de 82-től újjá alakult a Pandora's Box, tehát kellett, hogy valami lépés történjen. Amikor a Pandora's Box megszűnt, vagy legalábbis részemre megszűnt, egyfolytában egy olyan csapatba kerültem a Rock Színházba, Rock Színházi csapathoz, ahol életem legnagyobb szerepeit kaptam meg. Játszottam Jean Valjeant a Nyomorultakban, minden idők legnagyobb szerepe. Utána kaptam tovább Légy jó, mint halálig Valkai tanárulát. Kaptam a Sakban a Molokovot, egy fantasztikus szerepet. És még sorolhatnám, nem tudom, 20 vagy 25 szerepet játszottam el azóta. Tehát bizonyára, hogyha ezt nem lépem meg, akkor nem talán ilyen mélységben nem leszek szereplője a magyar rock opera vagy musical megteremtőjének táborában. Vagy nem veszek részt ilyen mélységben. És ma nem mondhatom azt, hogy nagyon hála Istennek, sok-sok fiatal, megint csak azt mondom, hála Istennek, sok-sok fiatal, aki úgy gondolja, hogy érdemes az öregekhez valamilyen módon fordulni, akkor csak oda jönnek hozzám és megkérdezik, hogy Gyula bácsi, hogy van ez? Hogy a rockzenében ugyanezt érzem, hogy most a Dinamit énekese, a Gyurika ugye fölállt a Dinamit, a Nosztalgia zenekarok egyike, a Dinamit zenekar létezik, tehát újból elkezdtek játszani, és egy olyan énekes van, fantasztikus jó hanggal, aki mondjuk úgy, hogy rajtam nevelkedett, tehát ő azt tanulta meg, neki az volt az énekorra, hogy minden nap, amikor elkezdett amatőrként énekelni, visszamenőleg a P-Mobiltől az egész repertoárt végénekelte, azt a száz nem tudom hány nótát, amit én fölénekeltem felvételeken. Míg nem eljutott, és azt mondta, hogy most ért a csúcsra, hogy ő is a 30 valahány évesen, most lehet az új alakú Dinamit énekese, és azt énekelheti, amit én. Vagy a Rudácsó, vagy a Kalapács Józsi, mind a kölykeim, én úgy érzem, és tudom, hogy ehhez biztos, hogy kellett Isten keze. Annál is inkább, mert 1978-ban
hazatért a Szent Korona. 5 év múlva, aki akkor figyelte ezt, én 18 éves voltam akkor, de figyeltem rá, éreztük azt, hogy az István a királlyal egy új időszámítás kezdődik. Hát ahogy ott a végén megszólalt a himnusz, és az egész mondani való, ahogy elhangzott, akkor éreztük, hogy az, amit nekünk tanítottak, az, ami ebben az országban még akkor valóság, annak vége. És nem tudtuk még, hogy mi lesz, de élt a remény. Hogy élted ezt meg, mint szereplője, sőt nem is, hogy szereplője, az egyik kulcsa ennek az egésznek? 82-ben, ugye, a váltás, hogy felosztott a csapat. 81 végén valamikor Koltai Gábor megkeresett egy ilyen koncert alkalmával, hogy valószínűleg jövőre szeretne ő egy rockopera filmet csinálni, és ebben a rockopera filmben keres szereplőket. Akkor mi még igazából nem nagyon tudtuk, hogy miről van szó, illetve hírből hallottuk, hogy létezik Jézus Krisztus Szupersztár, megcsinálták már, a Gaon nevezett együttesnek volt valami filmje, de ennyire konkrétan nem volt a látókében, tehát nem volt olyan mennyiségű anyag a kezünkben és a látókörünkben, amelyből táplálkozhattunk volna, inkább így gondolom. A Gábor, miután nagyon-nagyon régi kapcsolatai fűződtek, illetve nagyon régi kapcsolatban állt az Illés Együttessel, akkor vagy mindenkori Illés Együttessel, róluk készített egy ilyen vizsgafilmet. Nyilván az volt az elsőleges nála, ha már rockopera film készül, akkor a két alapszerzőt, Levetét és Bródi János kell megkérni arra, hogy próbáljanak egy ilyen anyagot összehozni. Ez úgy látszik, ez sikerült. 82-ben aztán élesebb lett a helyzet, tehát a nyár tájékán egész konkrétan leültünk beszélni erről a dologról, és akkor kiderült, hogy Nemesküldi papa támogatja az ügyet, ő volt az akkori, már nem tudom a pontos meghatározását, a filmgyáron belül a egyik tani vagy intézetnek a vezetője, ahol Gábor is járt, mint tanítvány, és Nemesküldi papának lehetősége volt az ilyen jellegű, nem szokványos dolgokkal is foglalkozni, illetve elintézni. Így aztán ő segített a Gábornak nagyon erőteljesen, hogy ez létrejöjjön. Sok-sok rúgdosás után a két szerződ, én tudom, mert a Gábor nekem nagyon sokat elmesélt, hogy mennyit rúgdossa két szerződ, mire megszületett a mű. 83 valamikor, nem is tudom, tavasszal, vagy kora tavasszal énekeltük fel, és igazából akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz. Hazudik az a szereplő, aki ennek részese volt, hogy tudta, igen, mert nem. Nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, csak akartunk valamit csinálni. Nekem borzasztóan tetszett, mint rock énekesnek, akit hol ide, hol oda, Fekete Bárány, meg Szőlősátó, meg minden félének nevezett, mondjuk, hogy egy kicsit kitaszított énekesként, vagy zenészként, művészként kapni egy olyan szerepet, ami számomra is nagyon fontos volt, és talán valami újat csinálhattam, és lévén, hogy történelmünk egy bizonyos, nagyon fontos pillanatát öleli át ez a mű, így nekem, főleg a Koppány, mint lázadó, mellettem Laborcként, a Nagyferó, Sámánként a Deák Bildát, a rockzenei, rockérdekesek krémje ezen az oldalon, aztán majd a másik oldalon mindenki azt csinál, amit akar. Tőlem aztán akárki lehet István, talán a Gyurcsán Fletó is, tulaj, mindegy. Akkor már a rockerek ezen az oldalon megvannak, már probléma nem lehet. Úgyhogy megszületett a mű, és még mindig nem tudtuk igazából, hogy mi lesz. A próbák alatt már kezdtek gondok lenni, hiszen a Városligetbe gyűlt minden nap a tömeg. Hallgatták, ugye full playbacken ment, mert akkor még nem voltak mikroportok, tehát nem lehetett volna hangosítani. Ennek ellenére mi végigüvöltöttük egyfolytában, mint minden nap a 200 táncossal együtt, hangosabbak voltunk, mint a hangfalak, ez is így volt rendjén. Csak gyűlt a tömeg, míg nem jött az előadás napja, azt kell tudni mindenkinek, hogy az volt a tervezet, hogy összesen 2 előadás lesz,
Ez is kifejezetten azért, hogy a film, a készülő film, filmben a közönség reakcióját be tudják vágni. Két előadás lett tervezve, ezt a két előadást lejátszottuk, volt, és éjszaka mentek a forgatások, filmforgatások. Tehát éjjel, vagy este lejátszottuk a művet, éjjel forgatás, nappal elmentünk haza aludni, este előadás, éjszaka forgatás. Ugyanis azt történt, hogy a két előadás tudva levő kevés lett, hogy utána még ötöt, aztán meg még vagy hatot, már nem tudom számolni. Játszottunk le folyamatosan, és ameddig játszottunk, utána mindig éjjel forgatás, végére mosogató rony, de ez még mindig nem volt elég, mert közben, mint ahogy említed is, hogy mi az, hogy marad, és mi marad a szereplőnek, hogy lesz azzá valami, nem csak a közönség szemében, hanem a szereplő lelkében is valami. Hogy ott tudatosult bennünk és bennem is, hogy igazából mit is műveltünk, hogy mit is csinálunk mi, hogy teljesen önkényesen, ami nem volt betervezve, nem volt engedélyezve, hogy ekkora zászló följön hátul, amit a Gábor aztán végérvényesen egyértelműen utána kitett minden nap, 40 méterben vagy 50 méterben, és énekeljük végre magunk a saját himnuszunkat. Nem a szovjet himnuszt, amit meg kellett tanulni először az órán, és nem csak akkor a magyar himnuszt, amikor parancsba kell, ünnepségeken, hanem akkor, amikor végre mi akarjuk elénekelni. Szóval ettől nagyobb erőt én nem tudtam volna elképzelni. Másik, hogy mint a közösségtől kaptunk reakcióként vissza, az erősített bennünket abban a hitben, hogy az, amit csináltunk, az jó. Az valami fantasztikus, és ez egyre-egyre minden nap mindig erősebben érett. És tudok most már visszamenőleg mondani, hogy valószínű, és sokak szerint is, még a politikusok szerint is, akkor az a lépés, az a tett, ami akkor ott megszületett, az az esemény, egy kis kulturális forradalomként hatott a magyar politikai életre is. A gondolkodásmódra nagyon-nagyon sok szocialista, és normálisan tisztán gondolkodó akkori szocialista politikusra is hatott ez a fajta gondolkodásmód. Rájöttek, hogy vagyunk, létezünk mi ebben az országban. Itt csak a gyerekek lejátsszák, ezek a szereplők itt vannak, itt téblábolnak. Tényleg lehet, hogy az a koppány az valahogy úgy hasonlít a koppányra. Pedig nem tudom, hogy hasonlítok-e rá. És nem tudjuk, hogy Istvánra Pelsőci László hasonlít-e, mert nincs róla a dokumentum. De ha már odáig elértünk, hogy ezzel azonosítottak bennünket, ilyen módon is, hála Istennek, hogy azonosítottak, nekem ezt így a lelkemben nyomot hagyott, és el kell fogadnom. Ezután egy hosszabb, 86 után egy hosszabb színházi időszak következik. Valóban olyan nagy darabokkal, mint a Nyomorultak, vagy a Jézus Krisztus Szupersztár. És ez egy egészen más világ. Barkasszal utaztátok az országban, mint rockzenész, és vártak benneteket a nagyhajú farmercsek és fiatalok, és átkerültél egy egészen más társaságba, de ha a művészet jó, akkor a tartalom ugyanaz maradt. És úgy gondolom, hogy ez így volt, de mégiscsak földi emberek vagyunk, hogyan élted meg ezt a váltást? Azért mondom, hogy az elejében vannak speciális életek, és az én életem egy ilyen kicsit speciális. Kezdtük azzal, hogy a popzenei átállás, hogy a popzenei, vagy a rockzenei váltás. Ugyanez, és most bejön a képbe, amiről beszéltem, hogy a rockszínház. A rockszínház 1980-ban, 79-ben alakult, és 80-ban ez a rockszínház Evitát, egy Evita című rockoperát játszott a Margit szigeten magyarul. Ami egy fantasztikus tett volt, iszonyatos teltházakkal. Azt érte el vele, hogy senki, egyetlen színház sem akarta befogadni. Ez a társaság egy kívülállóként, ugyanúgy, mint bármelyik rockzenekar, akit ütöttek, vágtak, vagy valamiért nem szerettek, vagy a politika, vagy azért, mert az, amit csináltak, nem tetszett. Ugyanezt történt a rockszínházzal,
azzal a rockszínázzal, aki végül is a 20. század végének a klasszikus zenei irányzatát hozta be Magyarországra. Mert kérem szépen, ha jól belegondolok, és higgyék el, hogy így van, ha arról beszélünk, hogy musical vagy rock opera, akkor nyugodtan kezdjük el részleteiben nézni. Miről is szól? Története van. Mint bármelyik operettnek, bármelyik operának. Van benne zenekar, nem kis zenekar, nem csak egy rockzenekar, néha egy rockzenekar is, plusz egy nagy zenekar ott van, nyilván modernebb hangszerekkel kibővítve, de ugyanúgy ott vannak a vonósok, a fúvósok, tehát egy klasszikus felállása van. A szerepoztás általában itt a rock opera vagy musical műfajban is gyönyörű, szép, terrorista vagy nem szép, mondjuk az operás fantomi esetében nem szép, hanem éppen pont az, hogy csúnya, de általában terrorista a főszereplő. Az ellenfelek általában baritonisták, a főszereplő hölgy általában szoprán vagy koloratúr. Hát ugyanazok az operai felállások, megtalálhatók, operai behoztások, ha úgy tetszik, megtalálhatók ebben a műfajban is. És a történet is. Csupán annyi a különbség, hogy a rock opera és a musical műfaj elért odáig, hogy a mai fülnek, ugye a mi zenei hallásunknak, érzékünknek befogadhatóságát célozta meg. Tehát mi a populári zenében nőttünk fel, abban a popra, és talán kevesebben szeretik az operát, a klasszikus operát, de talán ahhoz egy komolyabb, mélyebb zenei műveltség szükségeltetik. Ahhoz viszont, hogy egy musicalt megértsük, elég a mindennapi populári zenéből meríteni valamennyit. És ezért fantasztikusan értékes a rock opera és a musical műfaj. Tehát a rock színház elkezdte ezt a műfajt játszani, még nem elértünk odáig, hogy aztán minden színház rájött, hogy úristen, föltették a kezüket, gyorsan csináljuk mi is egyet, mert az arra jön a közönség. És míg néhány évig a rock színházat össze-vissza szitták és rúgdosták, addig egyik pillanatra a másikra minden színház elkezdte Budapesten is játszani a musicaleket meg a rock operákat. Na ennek lehettem én részesen már kezdetétől fogva, ugye 82-től, nekem az volt a legelső, már akkor játszottam egy Krízis című musicalben, és hát folytatólagos a mai napig is. Úgyhogy a számot nem tudok mondani, de hála Istennek. Nagyon-nagyon sok musicalt és rock opera, musical és rock opera egyik szereplője lehetem, ami azt gondolom, hogy életem nagy részét, tehát a zenei részét öleli át, és ebben is van némi nemű hagyaték. Első szóló lemezed olyan témákat vett föl, ami az akkori Vikidár Gyulától, vagy az akkori Vikidár Gyulához tartozó közönségtől talán nem volt egyértelmű. De ma már nagyon látjuk, hogy az a mélypont, amiben jelenleg hazánk van, az abból fakad, hogy ennek az országnak elveszett az identitása. Hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és nem tudjuk, hogy miért vagyunk azok, akik vagyunk. És erre a lemezre már nem emlékszem, hogy pontosan mikor, 81-2 körül, 85-ben jelent meg, olyan témákat válogattál össze, ami kifejezetten a magyarság kérdésekre, sorskérdéseinkre kérdez rá és ad feleletet. És amit őszintén vártunk, hogy mondjuk a 90-es évek után nem csak lehetőség vagy szabadság lesz, hanem egy központi és megmaradási szándékkal megfogalmazott nemzetstratégia. Na most hát azt látjuk a mai világban, hogy ez nem valósult meg, de ebben én egy kis, most nem dicsérni akarnak, de valamiféle látnoki vagy jól ráérző és nemzetéért tenni akaró ember megnyilvánulását látom. Hogyan érzed azt, hogy persze ez átvezet bennünket egy másik témára, arra, hogy amit ki kell mondani, hogy ma azok a művészek, akik egy egész életmunkásságát tették le az asztalra, ahogy elmondtad, hogy rajtadok ma alkotó művészek generációi nőtek föl, és vették a mintát tőletek. Ezek a művészek megbecsülésben, értékben, elismerésben nagyon kevéssé bővelkednek. És
csak amíg finoman fogalmaztam. Ugyanakkor olyan fiatalok, akik nagyon keveset tettek le, és Isten tudja honnan veszik, de sokszor azt látjuk, hogy milliómosok. Most csak egy példát mondjak, persze ezek részei a cirkusznak. Azt érzi az ember. Fontos része. Nagyon fontos része. Tehát egy érdekes gondolat, ez biztosan emlékszünk, tehát 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy fiatal, magát énekesnek gondoló ember halálosan elgázolt egy 30 év körüli rendőrt, nem lett belőle jelentősebb ügy, 6 milliós vagy 8 milliós kocsival ment. Múltkoriban utaztam Budapesten metróval, kékesi bajnok kopott farmerben a hátán vitte a basszus gitárját. Hetes buszon Takács Tamás kócos fejjel jött egyszer egy kora reggeli órába. Tehát miért azt... nem dicséred az én 10 éves opelemet? Szóval erről beszélek, hogy hogy van ez? Hogy működik ez? Annyi tettél fel egyszerre, vagy legalábbis amiről beszélni kéne, megpróbálom kronológiában, maradjuk a 85-ös lemeznél. Előttem nagyon sok példa volt, és pont a 85-ös, ugye, amikor már tudtam, hogy Jézus Krisztus szupersztár lesz, és Gregor József lesz a kajafás ebben a darabban. A Józsi már sok mindent megengedett magának, de többek között est is, hogy kajafás legyen, ő egy baszista. Egy nagyszerű, az ország talán azt mondom, a világ egyik legnagyszerűbb basszistája, és nem csak mint énekes, hanem mint ember is. Ismerős bizonyára, sajnos elment közülünk elég korán. És azt mondta, hogy felvezettem neki apróságokat és gondolataimat, és akkor már tudtam, hogy majd lesz ilyen, találkoztunk egyszer-kétszer. És Márta Pistával úgy szintén, aki egyébként az István Király zenei a hangszerelését végezte. És volt a gondolat, hogy most rockzenét játszhatok, ott van a Pandora's Box, bármikor csinálhatok ilyet. Bármilyen rocklemezt csináltunk bármikor. Összejönk a fiúkkal, fél évig bezárkozunk valami putriba, és dolgozunk, mint az őrültek, és megszületik egy rocklemez. De mi volna akkor, hogyha, mint ez operista csinálhat bármit. Sasszilvia csinált egy viszonylag populáris lemezt, a kritika lehúzta, hogy igen, mert azért, mert most miért nem operát énekel. Na, velem ugyanez történt, én meg azt gondoltam, hogy miért ne lehetne ezen a bizonyos lemezen olyan, amit egyébként nem szoktam csinálni. Így került rá, ugye Tino Di Lantos Sebestyén, akkor egy Deep Purple feldolgozás, akkor amiért megoltak, ugye a Mephisto Rondo egy rockzenekarral megtámasztva, az eredeti. Emlékeznek rá, eladó az egész világ, vagy boljuk fenn a trón. Na most ezt még megtűztük egy rockzenekarral, a Dinami tagjai, ahol úgy szólt, hogy őrület. Majd borzasztóan tetszett nekem Saint-Saëns öreg zsidó áriája. 50 éve nem játszották Magyarországon, úgy lesz, hogy ezen felbúzdulva, 8 évvel ezelőtt a zsidó fesztiválon végre bemutatták. Én voltam az egyetlen keresztény ember a sok-sok nem tudom hány év alatt, aki belemert nyúlni, és azt mondta, nekem ez borzasztóan tetszik. És ha ma meghallgatom az öreg zsidó áriát, nem csak az, mert nekem olyan gyönyörű, hogy ez valami elképesztő. És fölénekeltem öreg zsidó áriáját, ami egy operai részlet, a Mephisto Rondóba belenyúltam, Tino Di Lanto Sebestyén, meg még minden, és azt mondták, hát ilyen nincs. Hogy merészel egy rock énekes ilyet csinálni? Na ezt kaptam érte, ma pedig most már azt gondolom etalon lett, mert nagyon sokan mondják, hogy nagyon jól tettem, hogy akkor ezt megcsináltam, mert ezen felbúzulva még nagyon sokan ugyanezeket a merészségeket elkövették, énekesek is, és rájöttünk arra, hogy ugyanis egyfajta dolog van, vagy jó zene van, vagy rossz zene van. Ez értendő az éneklésre is. El lehet valamit úgy énekelni, akármilyen népdalt, vagy bármit az ember a lelkéből, a saját stílusában, a saját világában szépen megoldva elénekel valamit, vagy pedig el lehet úgy énekelni, hogy tök mindegy, hogy milyen jó hangú, tök mindegy, hogy milyen fantasztikusan képzett valaki, ha rossz. Tehát jó zene van, jó előadóval, és rossz zene van, rossz előadóval. Én így gondolom, és ha valami értéket akar az ember, akkor saját magából kell adnia, szerintem. Másik téma, ami az előbb kérdés volt, nézzük a reggeli
zsibbasztást a tévébe, bemondja, bevihogja az egyik énekesnő, hogy szembe ment a forgalommal, 3 hétig ez a téma, kiderül róla, hogy meg kéne büntetni, a magyar rendőrség benne van ebben, mármint, hogy megbüntetik végre, mert szembe ment a egyirányú utcába. Szóval hogy működik ez ma, mert beszéltünk arra, hogy hogy működött a Kádár rendszerben, akkor konkrét tiltások és konkrét üldözések voltak, de ma ez egy bonyolultabb és sok tekintetben átláthatatlan dolog. De azt hiszem, hogy a lényeg sokban nem különbözik. Nekem sok mindenben a lényeg, a következés, azt gondolom, hogy itt van az a pillanat, amikor politikában azt kell mondom, hogy egymásra kell figyelnünk. Mondom ezt azért, mert kis közösségek vannak egy kisebb vagy egy nagyobb városban is. És jelen pillanatban azt hiszem, az eltelt jó pár évben ott tart a politika, hogy a közösségekkel nem törődik. Sőt, mi több, olyan rendelkezések vannak egyre inkább, olyan megszorítások még a most, még utolsó pillanatban is regnáló uralkodó osztálytól, vagy uralkodó, nem is tudom minek nevezni, bocsánat, nem akarok rossz csúnyát, túl csúnyát mondani, amely egyértelműen az emberek ellen van. Egyértelműen minden közösség ellen van. Sajnos ezt kell mondanom, hogy ez így van, és ez nagyon-nagyon sértő mindannyiunkra. Tehát ha én magyarként gondolkodom, csak egyszerűen magyar emberként, akkor szégyellem, hogy azt látom, hogy egy milliárdokat kereső miniszterelnök és a hozzátartozó holdudvara, akik különböző manipulációkat keresnek több millió vagy több milliárd forintot, a BKV-nél történt botrányok bizonyára ismerik, ugye? Ismerik, jogtalanul felvett különböző undorító szerződéseket kötött emberek jogtalanul jutnak naponta több millió forinthoz, miközben a tisztességes állampolgár, akinek egyfolytában csak olyan rendelkezéseket varnak a nyakába, amitől még szegényebbé válik, azt viszont előveszik azonnal, hogyha valami is tiklit csinál. Azt viszont megbüntetik, hogyha mondjuk éjszaka megy haza, mint, vagy éppen elkapják, mert nincs, beszélgetünk egy pár mondat erejéig, nincs bekapcsolva a biztonsági őr, vagy éppen telefonál, mert a felesége hívja föl éjjel 1 órakor, így jártam én, senki nem volt az úton, de én voltam az egyetlen balek, aki telefonál, és pont a rendőrautó jött utána. Nem akarom részletezni a dolgot, tehát ilyen. Ha így ebbe belegondolok, akkor ez ugyanez, ugyanez az esemény, hogy bizonyos, nevezzük úgy, hogy sztárocskák, akik nap mint nap elkövethetnek bármit, rájuk nézve, mintha nem is létezne törvény. Ugyanakkor azok az emberek jó néhányan, akik nem állnak nyilvánvalóan a jelenlegi rendszer mellett, nekik az van kiosztva, hogy néha tartani kell, néha figyelni kell azt, hogy milyen magnókat tesznek le a székre, és kapcsolják be, hogy hol használják fel. Figyelni kell arra egy egyszerű falunapon nyáron, hogy milyen videót vesznek fel, és hol játsszák le. Szóval, és hol teszik fel a YouTube-ra például, ilyen álkamerákkal, holott nem tudom, hogy mit vétünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk, akik elgondoltuk, hogy valakihez akarok tartozni, én valakihez akarok tartozni, és azt gondolom, hogy önökhez ugyanúgy akarok tartozni, mint tisztességes magyar ember, és mi tudunk egyféleképpen gondolkodni. Tehát ha én csak a zenészként mondom ezt, akkor is lehet majd, és be fogom bizonyítani, hogy van benne egyfajta erő. Nekünk bennünk elhintették ez alatt a 8-10 vagy lassan 20 év alatt, hogy félni kell valakiktől, valamitől félni kell. Ez egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon jól kitalált, nagyon jól manipulált valami. Ezért hihetjük el, hogy a tévében egyfolytában megy az agymosás, én nem vagyok hajlandó negyedszeresen részt venni a vacsoracsatában, ötödszöresen vagyok hajlandó részt venni a Hal a tortám című műsorban, nem vagyok a Névsorban hajlandó, nem vagyok az ATV-ben hajlandó elmenni semmilyen dologban, nem vagyok hajlandó se az RTL, sem a valamelyik kettes műsorban részt venni, hiába hívnak föl bármilyen ügyben, ezért azt kapom, hogy a Blik és a hozzátartozó, a kormány hátsóját erőteljesen smigli módra nyaló
bulvás ajtó engem akármelyik pillanatban kikezd, akármiért. És sajnos nem vagyok egyedül, aki nem hajlandó meghajolni a jelenlegi vörösbároknak, az így jár, mint én. Például. De én akkor sem fogok meghajolni. Nem, mert mi többen vagyunk, és önök se hajoljanak meg. Többen vagyunk. Vigyék el a többieknek is a hírt. Most jönnek a választások, mi többen vagyunk. Mi mást akarunk. Bennünk a hit és a szeretet még él. Nem így csókosan szeretem önöket, hanem hiszem azt, hogy mi többek vagyunk, mint azok, akik elvették az ország becsületét. Akik elvették az ország becsületét. Nem vagyok politikus. Nem is akarok, nem tudok politikus lenni, mert egyszerűen fogalmazok. Ugye a politikusnak az, mert Cicero szerint, hogy ne folytassam, aki rossz gondolatokat ébred és fekszik. Tehát ezért én csak az egyszerű ember módjára tudom, mert tudom, hogy ugyanúgy gondolkodunk sok mindenről. Tehát amikor egy család egyik pillanatra a másikra arra sorsa jut, hogy nem tudja fizetni azt a bizonyos bérleti díjat, vagy nem bérleti díjat, azt a bizonyos részletet, és erre jön egy maffia csapat, aki erre specializálódott ma Magyarországon, a bankoknak, valamelyik banknak a speciális csapata, a kilakoltató csapata, aki erre specializálta magát, hogy most akkor megbüntetjük a családot, és 4 gyerekkel, vagy 2, vagy tök mindegy, holnap után az utcára kell küldeni. Miért? Egyszer vitatkoztam egy emberrel, és arról volt szó, hogy kaptunk bizonyos hitelt, ugye arra, hogy a bank konszolidáció. Én erre épp az jutott eszem, hogy mi volna, hogy az erre kapott pénzt nem a bankok kapnák, hanem előbb kiosztották volna az embereknek, akiknek tartozásuk van. Azok befizették volna a bankba, mert a bank akkor is megkapja, nem? Csak akkor az, akinek eddig tartozása volt, akkor az lenullázódna, szegény, mert akkor is megkapja. És hogy mi történt most? A banknak több jutott. És mi lett az eredménye? Még szegényebb lett az az ember, aki eddig nem tartozott semmivel, mert a bankoknak a pénze sokkal több lett, és ül a pasián, és haszonélvező. És nagyon jól el van, és hadd ne részletezzem, mert belebonyolódik, és nagyon mérges leszek. Szóval lépjünk, mert itt sokkal többről van szó, mint ezekről a mai nyűgeinkről. Bár pontosan tudják azok, akik ezt terjesztik, hogy ezt a népet ezzel nagyon el lehet fárasztani. És az a cél? Ez a cél. Ezelőtt vagy 60 évvel Lükő Gábor, a 20. század legnagyobb magyar népköztudósa leírta azt, amikor azon gondolkodott, hogy mi lehet az oka a magyar egykének, hogy itt egy sok évszázados lelki fárasztás zajlik, és mondjuk az ormánság magyar népe az olyan szinten elfáradt, hogy gyakorlatilag megszűnt létezni. És azt érzi az ember, hogy ez a fárasztás ez nem állt le, mondjuk akkor, amikor megszűnt az osztrák-magyar monarchia, vagy vége lett a Bach korszaknak, hanem ez a fárasztás módszerekkel és eszközök tekintetében folyamatosan változva, de mindig megvan. De hát azt hiszem, hogy az a dolog, amiről ma este itt beszéltük, az az életmű, ami mögötted áll, az az életmű, ami mögötted és zenésztársaid, barátaid mögött áll az elmúlt fél, vagy 40-45 évben, ez erőforrása ennek a népnek. Említetted itt, hogy azonosul egy énekes szerepével. Én ezt a magam területén, a néprajzban úgy szoktam fogalmazni, nagyon utálom azt, amikor azt mondják, hogy hagyományőrző. A magyar hagyomány az nem junyáj, hogy széjjel másszon, nem is rab, mert azt kell őrizni, vagy van magyar hagyomány, és akkor én vagyok ennek a hagyománynak a letéteményese, én vagyok magam a hagyomány, vagy nincsen hagyomány. És azt hiszem, hogy az a mű, ami mögötted van, ez részévé vált a magyar hagyománynak. És ezt a hagyományt képviselni kell ebben az országban, és nagyon nagy szükségünk van azokra az emberekre, akik élő legendák. Mert nemrégen egy fiatal barátom megkérdezte, hogy ma miért nincsenek olyan emberek, mint 100 vagy 200 évvel ezelőtt voltak, miért nincsenek igazi nagy emberek. Hát barátom, azért, mert eltitkolják előletek. Vannak. Ugyanúgy vannak nagy emberek, és
nem engedik ezeket a nagy embereket a nemzet előtt naggyá válni. Kossuthnak életében Magyarországon olyan kultusza volt, hogy a legkisebb tanyáról küldöttségek indultak Turingba. És le kellett mondani miniszternek azért a posztjáról, ma azért se kell lemondani, hogy ellopták a hadügyminisztériumot. Tehát ez ilyen apró részleteket nem kell lemondani, de akkor le kellett azért, mert nem ejtette Kossuth nevét kellő tisztelettel ki. Igen. Tehát a kettő közti különbséget jól látjuk. Mégis azt hiszem, hogy beszéljünk így lassan-lassan zárásaként ennek a beszélgetésnek a reményről. Mert ahogy mondtad, vannak fiatalok, akik folytatják azt a pályát, amit elkezdtetek, aminek kiköveztétek az útját, mert ez a pálya nem volt előttetek. És van ennek közönsége is, bár jól látszik, hogy a kereskedelmi médiák ezt a fajta igényt, ezt nem nagyon hajlandó kiszolgálni. Itt előtte beszélgettünk, hogy kiszámoltam múltkoriban, hogy a generációnk, tehát úgy mondjuk a 25 és 50 közötti generáció, azokon 3,5-4 millióan vagyunk az országban, és gyakorlatilag nincs egy rádiónk, ahol dinamitot, P-mobilt, piramist, P-boxot hallgathatnánk, de minden rádióból mindig ugyanaz folyik. Mégis van remény, és bízunk benne, mert a remény ugyanis az, hogy egy Mobilmánia koncerten, vagy egy más mai rockzenekar koncertjén ott van a fiatalság. Beszéljük erről a reményről. Jó, legyen a remény. Azért sok minden ötlött föl bennem. Ki hal ezzel együtt, tehát úgy veszem észre, ez is annak a része, az agymosás része, amikor arra ösztönzik a fiataljainkat sajnos, és gondolom úgy kigyorsul, és mennek el a fiatalok hol ide, hol oda, ahova tudnak, menekülnek el valamilyen módon, hogy megéljenek egy, vagy pedig azért, mert kicsit világpolgárok lettek, és ha tehetik, akkor inkább elmegy máshol meg próbálkozni. Ahelyett, hogy maradnánk itthon, megteremtenék újból a magyar gazdaságot, mert szerintem most meg lesz újból. Visszajön a Széchenyi terv, és szerintem lesz magyar gazdaság. És nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalok egy része ugyanúgy dolgozzon ebben a magyar gazdaságban. Tudjon az agymosáson kívül is, ne az agymosás legyen a fontos, hanem az, hogy ebben a hazában tudjanak a fiúk érvényesülni. Tudjanak a fiataljaink érvényesülni. Ne a plázában nevelkedjenek, hanem itthon. És ugye az agymosás része az, amit látunk az összes kereskedelmi tévében, amiről már szó volt, azért, hogy elérjünk és azt meg tudjuk tagadni, ők arra appelláltak a liberálisok és sajnos a vörösbárok is, hogy mi a szerető nép, a vendégfogadó nép, aki mi mindenkivel barátságosak vagyunk, mi mindenkit nagyon szeretünk, és ez így van, és ennek így kell lennie. Ez így rendben is van, csak van, akik ezt sajnos kihasználták. És pontosan erre appelláltak, erre a fajta gondolkodásmódra. Úgyis megbocsátok, úgyis egy kicsit emlékszem, hogy nem érdekel, úgyis megeszik a szalámit. Szóval sorolhatnám, ehhez mindig hozzátérve olyan szórakoztató műsorokat, amelyek a leggyengébbek. Amelyekre nem is kell igazából odafigyelni, csak azért mégis. Nagyon fontos része, míg nem eljutunk odáig, hogy elszabadul a kicsit a pokol, arra appellálnak emberek, hogy már egymással is, vagy egymás ellen is tudunk valamiféle ellenszembet valahogy kidolgozni, vagy valahogy létrejön egy ellenszem, hogy már a szomszéddel nem akarok beszélni, mert annak egy kicsit másképp áll a sapkája, vagy mert valamivel több van neki. Tehát elér odáig ez az egész rendszer, és arra appelláltak mindez idáig, hogy ez létrejön. Valljuk be őszintén, hogy bizonyos helyeken, a városokban rettenetesen ez a helyzet. Nem is ismerik egymást az emberek jóformán. Megy a rohangászás, és nem hajlandók, talán egy-két emberrel tudom már lassan beszélgetni, aki a baráti köreinkben van. Nem tudom, ez vidéken hogy működik, de félek tőle, hogy itt is így van. És ez sikerült elérni, és ez együtt párosul a félelemmel, odáig viszi, vagy odáig viszi, hogy nagyon erőteljesen rendszerellenessé válik az ember, és erre appelláltak, nagyon sokszor olvashatjuk az interneten is, és némely komolyabb politikustól is elhangzik, hogy arra appellált ez a jelenlegi uralkodó osztály, hát ha valami kis forradalmat ki lehetne csikarni a népből. Ugye? Hát ha valami kis forradalma, hát ha valahol egy kis provokáció létrejön, mert akkor tovább lehetne húzni
ezt, ami most van. Ők erre appelláltak. Na hát ez ne legyen meg, hanem most már legyünk bizalommal és erővel, csak azért is, és aztán majd április 11-én megmutatjuk a kabát. Köszönjük szépen! Itt kétszer is előjött a a félelem kérdése. Valakinek beugrik, van egy nagyszerű film, az Apokalipto, Mel Gibsonnak a filmje, üldözik benne az indiánt, és leugrik egy vízesésbe, és visszakiált az üldözőinek. Ez a föld a nagyapámé volt, és az unokámé lesz. És ezen a földön nem vagyok hajlandó félni. És azt hiszem, hogy ez a kulcsa nagyon sok mindennek, hiszen azért nagykövetben vagyunk, húsvét közeleg, a föltámadt Jézus üzenete ugyanez. Én vagyok, ne féljetek. Ha ezt a félelmet akármivel, akár a hagyományainkkal, akár a zenénkkel, akár egy művésznek a életpályájával, előadásaival, beszélgetéseivel ezt a félelmet sikerül oldani, akkor azt hiszem, hogy elértük a célunkat. Remélem, hogy így van.